Nem csak megtanultuk a gazda, a pék, a húsipari termékgyártó szakma csinyát, binyát, de időközben erős kötődés is kialakult bennünk a választott szakmákhoz. Versekkel, dalokkal, megható szavakkal búcsúztak el a végzősöktől a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskola diákjai, tanárai. Keszi Patrícia is magára húzta a szimbolikus tarisznyát és elballagott. Azt mondja, szerette az osztálytársait, elsősorban tőlük vett búcsút ünnepi beszédében. Patrícia továbbra is az intézménybe jár majd, hogy le tudjon érettségizni. Igazából büszke is vagyok magamra és az egész osztályomra. Nagyon sok mindenen mentünk át így az osztályjal. Ezen a napon az intézményben a szakképző iskolai osztályok ballagása zajlott szűk körben, a szabályoknak megfelelően az iskola udvarán. A gazda, pék, hentes húskészítmény készítő osztályba járó 22 diák ballagott el. Szűk körben korlátoztuk, hogy tanulónként két főt hozhatnak magukkal, és csak a tantestület vett részt a búcsúztatón még, tehát nem hívtunk vendégeket sem, minél inkább kizárni a fertőzés veszélyt. Az érettségiző osztályoktól is hasonló körülmények között búcsúzik majd el a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskola vezetősége. A ballagásokat egyébként egy kormányrendelet értelmében május 25-től lehet megtartani az iskola nyitott épületen kívüli területein.